Na kérem szépen, ez itt az első próbálkozásom arra, hogy egy kis évértékelő videó készüljön. Ugye ez az első ilyen, egy remélhetőleg hosszú sorozatból, természetesen ez attól is függ, hogy van erre igény és érdekel titeket ez ilyen videós formában elmesélve. Most figyelmeztetek mindenkit előre, hogy itt most nagyon sokat fog látszani a fejem, sőt, főleg a fejem fog látszani, úgyhogy aki ezt esetleg nem bírja, akkor még most időben le tudja állítani a videót, és kereshet magának valami más szórakozást. Például a blogon a világevő.hu-n ott egy kicsit kevesebbet látszom, úgyhogy oda lehet menni bizalommal, hogyha érdekel azért a fine dining világa és mindenféle egyéb érdekesség. Ez most egy ilyen évértékelő beszéd jellegű dolog akar lenni, természetesen nem egy ilyen nagyon hivatalos modorban, de mégiscsak egy kicsit összefoglalva, hogy mi minden történt 2016-ban, bár még nincs vége, de ugye most már idén nem tervezek azért komolyabb étterem látogatást. Hát először is indult egy januárral, ami mondjuk életem legkomolyabb gasztrotúráját hozta. Ez Japánban történt természetesen, hol máshol lehetne nagyon-nagyon komoly gasztrotúrát tenni. Persze vannak azért más helyek is, de Japán az mindent felülmúl. Elsősorban Tokióban, innen csak egy-két helyre látogattam el vidékre ezúttal. És hát egy nagyon-nagyon impozáns étterem listát sikerült végül végigenni, de ennek mondjuk a leginkább kimagasló pontja az egyértelműen a sushi Saito volt, amiről részletesen meg is írtam a tapasztalataimat a blogon, és itt a kommentek között egyébként beteszem a linket is hozzá, hogy el lehessen olvasni közvetlenül is, akit esetleg érdekel. Ez ugye egy három Michelin csillagos hely, ahova egyébként gyakorlatilag lehetetlen bejutni, tehát ez a nekem egy helyi foodi ismerősön keresztül, aki ott törzs vendég, azon keresztül sikerült foglalni, és ez is egy óriási csoda volt, még úgy is, hogy már 6 hónappal az indulás előtt, tehát sőt még többen, mert májusban, 2015 májusában már le volt foglalva a hely, 2016 januárjára, tehát ennyire kellett előre gondolkozni ahhoz, hogy egyáltalán talán legyen esély, még úgy is, hogy hatalmas kapcsolatok voltak, és nagyon-nagyon jó esélyek emiatt. De ezen kívül egyébként Tokióban még fantasztikus egyéb étkezések is voltak, persze nagyon sok street food is, ugye ott a rámen és a tonkatsu, ez a helyi rántott hús és mindenféle egyéb is borzasztóan jó, de azért mondjuk ugye a csúcséttermek listája is gyarapodott elég jelentősen, mondjuk néhány példában a Narisawa, a Ryugin, a Quintessence, bár ez pont egyébként egy kicsit csalódás volt meglepő módon, ugye ez egy francia étterem, amit mondjuk nem is saját ötlettől vezérelve néztem meg, és nem is ért akkora meglepetésként, mármint pozitív meglepetésként, pedig 3 Michelin csillagos szintén, és még jó pár komoly hely. Volt még egy csalódás, a Giro, ezt is megírtam ugye részletesen, hiába világsztár ő a mozifilm, a dokumentumfilm, illetve az Anthony Bourdain műsor alapján, a valóság ennél egy kicsit azért árnyaltabb, illetve talán egy kicsit még szomorúbb is, úgyhogy oda mondjuk nem javasolnám senkinek sem, hogy megpróbáljon betérni. De ez még csak a január eleje volt, és ugye ha már ilyen erősen indult az év, akkor ezt próbáltam ezt az egész év során szinten tartani, vagy legalábbis hasonlóképpen művelni a folytatást is. Így aztán lett még csak úgy gyors felsorolásban még egy ausztrál, egy brazil, még egy japán, egy indonéz és egy New York túra, azt hiszem ezzel a gyakorlatilag az 5 földrészt sikerült is felsorolni, amiket meglátogattam 2016-ban, és persze mindenhol nagyon komoly éttermeket. Ezekből elég sok minden megvan már a világevő.hu-n, de nagyon sok minden még nincs, ugye azért az időm is egyrészt véges, másrészt pedig nem minden sikerül megírni, bármennyire is sajnálom, de vannak olyanok, amik aztán végül végleg elmaradnak, de van egy-két olyan sztori is, amit szándékosan tartogatok későbbre. Ilyen például a világ legexkluzívabb éttermében lett látogatás a Mibu-ban, amit ugye René Redzepi, illetve Ferran Adria is ajánlja. René Redzepi személyesen is ajánlotta nekem, Ferran Adria pedig egy interjúban mondta, hogy ez szerinte mondjuk Japánban az egyetlen és legizgalmasabb étterem. Úgyhogy akkor el is határoztam, hogy akkor ezt nekem is látnom kell, és ha már elhatároztam, akkor ezért tettem is, úgyhogy végül óriási küzdelmek árán, de összejött a dolog, de hogy hogyan pontosan és mi várt ott azt, az majd valamikor később fog kiderülni. Szóval nagyon-nagyon sok izgalmas gasztrotúra volt, nagyon sok 3 csillagos, nagyon sok 1 csillagos, 2 csillagos, meg a World's 50 Best-ről is nagyon sok éttermet sikerült
kipipálni, csúnya szóval, de nem is ez volt a cél, hogy kipipáljam őket, hanem hogy utána járjak, hogy ezek tényleg vannak-e olyan jók, mint mondjuk amennyire a hype alapján gondolná az ember. Volt közte olyan, ami megfelelt az elvárásaimnak, és volt közte olyan, amit úgy éreztem, hogy bőven túlértékeli a szakma, vagy inkább a sajtó, vagy egyéb körülmények miatt egy kicsit magasabbra pozícionálják, mint amennyire valójában értékes. Ilyen volt mondjuk a Dom, Alex Atala étterme São Paulo-ban, amire ugyan nagyon jó szívvel emlékezek vissza, de hogyha nem tudok visszamenni soha többet életembe, akkor se ér semmiféle katasztrófa, tehát valójában azért egy emlékezetes, de azért nem teljesen felejthetetlen étkezés volt, vagy az Eleven Madison Park, amelyik mondjuk szervízben és körülményekben és mindenféle egyébben fantasztikusat nyújtott, viszont szintén azt gondoltam, hogy egy kicsit talán lélektelen volt, tehát amellett, hogy mondjuk az amerikai elvárásoknak azt gondolom, hogy tényleg valószínűleg 100%-osan megfelel, de összességében én egy kicsit kevésnek éreztem. Cserébe viszont New York közelében egy egyórás vonatútra ott volt Dan Barber étterme, ahol megtaláltam a tökéletes boldogságot, ugye neki például Michelin csillagja sincsen, hiszen ugye New Yorktól már túl messze van, úgyhogy a Blue Hill at Stone Barns emiatt aztán csillag nélkül tengeti az életét, viszont annál izgalmasabb körülmények között. Annyit lehet róla tudni, vagy annyit kell róla tudni, hogy a Blue Hill az egy farm, aminek a lényege az, hogy gyakorlatilag organikus módszerekkel termesztenek mindenféle nagyon-nagyon izgalmas zöldséget, illetve kísérleteznek is nagyon sokat, tehát például ott, amikor ott voltam, akkor pont a bíbor színű zöldborsóval kísérleteztek, de ennél vannak azért értelmesebb és normálisabb kísérleteik is, tehát valóban egy nagyon-nagyon fontos kutató munkát is végeznek, és közben ellátják ezt az éttermet, amelyik ilyen félig meddig szimbiózisban él velük, illetve természetesen állattenyésztés is zajlik, ugye nem egy vegetáriánus étteremről van szó, és a végeredmény pedig szerintem fantasztikus, tehát az összélményben is, és ételekben is, és filozófiai háttérben is már-már a nomás magasságokba ér, azért nem teljesen, tehát ugye a nomában természetesen idén is voltam, például Ausztráliában is, főleg miattuk utaztam el, hiszen ott volt a pop-upjuk, de ezen kívül Kopenhágába is mentem azért nomázni, illetve megyek hamarosan újra januárban, mert hogy továbbra is azt gondolom, hogy ez a világ legjobb étterme, semmi más étterem nem rengette meg az irántuk érzett hihetetlen tiszteletemet és rajongásomat, úgyhogy egyelőre nem látok olyan helyet, amelyik ezt valamilyen módon is veszélyeztetné, vagy akár utolérné, viszont ők nagyon jó irányt mutatnak nagyon sok másik helynek, úgyhogy ilyen szempontból is hasznosak ők, hogy nem csak aki eljut oda, azt tudja élvezni az ő hatásukat, hanem mondjuk aki ebbe a New Nordic vonulatba belekóstolhat akárhol, ahol azt elég magas színvonalon művelik, például Kopenhágában van jó pár ilyen hely, akkor nagyjából megérti, hogy miről is szól ez az egész. De érzelmileg mégsem ezek az utazások voltak, amik a legnagyobb hatást gyakorolták rám, hanem egy fantasztikusan megtisztelő felkérés, és annak a további folyományai, ugye májusban volt Szél Tamás és a magyar csapat versenyzése, akkor zajlott a Magyar Bocuse d'Or Akadémia szervezésében, a Bocuse d'Or Europe, vagyis az európai döntő keretében, amire az a megtiszteltetésért, hogy a műsorvezetés szerepét Mautner Zsófi régi barátommal és műsorvezető társammal együtt láthattuk el. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféle szerintelkedés nélkül, hogy nagyon jól sikerült, tehát hogy bevallanám, hogyha nem sikerült volna jól, és hát az eredmények ismeretében pedig még inkább azt gondolom, tehát ugye olyan szempontból is jól sikerült, hogy egyrészt talán egy kicsit, nagyon-nagyon-nagyon kicsit mi is megágyaztunk Szél Tamás sikerének, tehát egy kicsit hozzájárulhattunk ahhoz a profi műsorvezetéssel, hogy a közönség is, illetve a zsűri is elhitte, hogy Magyarországon van ilyenre esély, és gasztronómiailag vagyunk azon a szinten, de nem gondolom, hogy mi okoztuk az ő győzelmét, hanem azt ő okozta, illetve az ő csapata Szabó Kevinnel és Fonberg Fricivel és Hanvas Zoltánnal és Szuló Szabirával ők szerezték meg azt a győzelmet, méghozzá bravúrosan és nagyon-nagyon kimagasló eredménnyel, és hát ugye ezáltal kiharcolták azt, hogy Lyonban ott legyenek a világdöntőn, ami ugye január, körülbelül egy hónap múlva lesz, tehát január 24-én, 25-én zajlanak majd a versengések, Tamás egyébként az első napon lesz, illetve a magyar csapat az első napon fog majd szerepelni, és hát azt viszont nem gondoltam volna még akkor sem, bár mondom magam is, úgy éreztem, hogy jól sikerült, és rengeteg gratulációt kaptam a műsorvezetésért, hogy én is tovább jutok Lyonba, ugye ez az, ami egy
Ugyan már egy pár hete elkezdődött az előkészítése a dolognak, de néhány nappal ezelőtt konkretizálódott a felkérés, akkor még csak az érkezett meg, éppen Berlinben ettem egyébként egy két Michelin csillagos étteremben, amikor felhívtak először, hogy ha véletlenül úgy alakul le a dolog, hogy számítanak rám a lyoni világdöntő műsorvezetésében, akkor mit szólnék hozzá. Mire én mondtam, hogy hát ennek igazán nem lehet akadálya, pont ráérek, és amúgy is készülök Lyonba, és akkor utána még eltelt azért néhány hét, és utána pedig jött még egy kérdés, hogy akkor mi lenne a helyzet, aztán pedig amikor Florent Supplisson, a versenyigazgatója már úgy hívott fel, hogy akkor most engem hív fel elsőként a tervezett, ugye azért nem egy egyfős műsorvezetésről van szó, hanem valószínűleg lesz valamiféle tolmácsom, illetve lesz egy, vagy akár több személy is, akik mondjuk egyéb feladatokat fognak ellátni, például a konyhaboxokból közvetítenek. Azért nem lehet még ezt pontosan tudni, mert még most teljesen új formátumot szeretnének a franciák, tehát gyakorlatilag minden megváltozik, és ez egyrészt még izgalmasabbá teszi az amúgy is szinte már túlságosan izgalmas kihívást, hiszen ugye az is nagyon nagy feladat, hogy mondjuk ott a megfelelő szinten le tudjam vezetni a műsort idegen nyelven, nem hazai környezetben, nem otthon a családomhoz hazatérve éjszakánként, hanem egy hotelszobában pihenve utána, tehát gyakorlatilag a mindenféle támpont és egyebek nélkül, plusz még ugye előtte van még megelőző két nap, ami a cukrász világbajnokság, amit szintén én fogok csinálni. Tehát egyrészt már így is elég nagy volt a kihívás, de még azt gondolták, hogy ezt egy kicsit még megnövelik, hogy ők ugye nem az én kedvemért szervezik a versenyt, úgyhogy még bedobtak egy olyat, hogy akkor most átalakítanak mindent, és egészen máshogy fog zajlani a műsorvezetés, sokkal nagyobb hangsúly lesz a műsorvezetésen, mert hogy szeretnének ugye a helyszínen lévő kamerák segítségével ebből egy profi, szinte már-már tévészerű közvetítést összerakni, de ezzel kapcsolatban még nincs meg minden részlet, nagyon remélem, hogy majd azért előbb-utóbb meg lesznek ezek a részletek, ha más nem, akkor mondjuk a verseny napján azért már csak előállnak azzal, hogy pontosan mit is kell csinálnom és hogy kell csinálnom, de hát addig is remélem a legjobbakat, és nyilván azért a magam módján próbálok erre készülni, de hát így, hogy hiába voltam már jó párszor jelen Lyonban a világdöntőkön, ez most nem sokat segít, mert hogy pont az a lényeg, hogy máshogy lesz. Leginkább ennyit lehet tudni, hogy máshogy lesz, hogy hogyan, máshogy azt még nem. Valószínűleg én leszek egyedül a színpadon az idő legnagyobb részében, az eddigi legendás és egyébként nagyon tisztelt reméltó és általam is megcsodált Vincent Fernieau nevű műsorvezető valószínűleg a díjátadásnál fog szerepet kapni, és egyébként pedig bekerül még körülbelül két, esetleg három új név, akik valamilyen részfeladatokat fognak ellátni, vagy ilyen kisé alárendelt szerepben fognak még előkerülni, de ugye nem lehet megtudni pontosan még egyelőre, hogy ez mi, nyilván a franciák sem tudják, úgyhogy majd tájékoztatok erről is, hogyha van erről bármiféle további hír. Úgyhogy elég kemény lesz a január, viszont nyilván borzasztóan várom, és igyekszem nem arra gondolni, hogy azért az adott esetben mondjuk az ember, amikor így kisétál a néhány ezer ember elé Lyonban, akik ráadásul pont nem engem várnak, hanem Vincent Fernieau-t és Angela May-t, és meg fognak lepődni, hogy ez meg ki, ez a kelet-európai srác, akkor is ott is majd a lehető legjobban kell teljesíteni, és ugye hát, ha sikerül egy kicsit mondjuk hogy úgy mondjam, hazai pálya előnyét teremteni Tamásiknak, bár nyilvánvaló, hogy a zsűrit megint csak nem ez fogja befolyásolni elsősorban, hanem az ő főztjük, de ebből a szempontból nagyon bizakodó vagyok, tehát azt gondolom, hogy ők hihetetlen profizmussal készülnek és óriási akarással, úgyhogy nem lesz az a probléma. Egyébként várhatóan majd vele is készítek még egy videó bejelentkezést lehetőleg a verseny előtt, úgyhogy azt is majd itt a YouTube-on lehet megtalálni. Mielőtt még a kötelező körökhöz érnék, azt láttam ilyen komoly youtuberektől, hogy a végén majd kell mondani, hogy iratkozzatok fel, ott nyomjátok meg, vagy itt nyomjátok meg, subscribe, és like, és kommentáljatok, és hasonlók. Előtte még azért a 2016-os évén nagyon komoly köszönet nyilvánításokkal is még lógok. Ugye hát nyilvánvaló, hogy az én munkám, bár általában egyedül végzem, azért a sok-sok ember segítsége és vagy akár tanácsai és egyébek nélkül nem jöhetne létre, őket most nem sorolom fel mindent, de kiemelnék mondjuk egy céget és két személyt, akik nagyon-nagyon sokat tettek hozzá, hogy az idei évem az ilyen fantasztikus legyen. A két hölgyről van szó, akik nagyon-nagyon sokat alakítottak az én nemzetközi megítélésemben is, akárbár ugye ez nem feltétlenül a műsorvezetésben köszönt vissza, de elindult az angol nyelvű része is a blogomnak, méghozzá a jokuti.com
címen, és itt végre a legfontosabb anyagokat tudom megfelelő angolsággal prezentálni, ebben pedig Simig Mariannak és Cseh Gabriellának elévülhetetlen érdemei vannak, nélkülük ez egyszerűen nem létezne, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Az utazásokban pedig, ami ugye, ha az ember ennyit ingázik ide-oda a világ különböző pontjai között, akkor szintén rettentő fontos, hiszen a São Paulo-ba mondjuk, vagy a Domba eljutni, azt magamnak kell kiharcolni, de hogy hogy jutok át az óceánon, az mindig egy komoly probléma. Itt pedig az Air France, illetve a KLM voltak sokszor segítségemre, úgyhogy nagyon köszönöm nekik ezúton is. Egyébként pedig mindenkinek boldog karácsonyt, ha még tart egy kicsit, és kellemes ünnepeket kívánok, meg Hanukát, meg boldog új évet, meg minden hasonlót, de akkor most jön a vége, azt még nem tanultam be pontosan, legközelebb igyekszem majd profil lenni, szóval vagy itt iratkozzatok fel, vagy ott iratkozzatok fel, vagy itt, ezt majd remélhetőleg látszik, hogy hol van a subscribe gomb, vagy a feliratkozás gomb, és egyébként pedig tényleg, hogyha lájkoljátok, akkor látom, hogy van ennek értelme, hogy ha hozzászóltok esetleg akár kérdések formájában is, akkor mondjuk a következőkben ezekből valamennyit bele fog tudni emelni a bejelentkezésekbe, úgyhogy van ennek értelme, igyekszem ilyen módon, ha nem is időben interaktívá tenni, de azért feldolgozni azokat a kérdéseket is, amit titeket érdekel. Úgyhogy akár boküzdóra, akár csúcsgasztronómia, akár egyéb élményekkel kapcsolatban jelentkezem még majd hamarosan, és köszönöm az eddigi figyelmet. Na meg a blogolvasóknak nagyon szépen köszönöm, hogy idén is rengetegen voltak, és a Facebookon is gyülekeznek szép számmal, ugye ott már nagyon közel járunk a 30 ezres követői táborhoz, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor Facebookon is érdemes csatlakozni, ott egy nagyon jó kis közösség is van, akik egymás között is véleményt cserélnek, úgyhogy ott is szívesen látok mindenkit, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!